A vírushelyzet megnehezíti az éttermek és a vendéglátóhelyek életét. A korlátozások következtében csak a teraszok lehetnek nyitva, belső térben nem fogadhatnak vendégeket. Komáromban az önkormányzati rendelet szerint október végén lejárt a nyári teraszok működési ideje, ám a képviselőtestület legutóbbi ülésén döntés született. A vendéglátóhelyek a rendkívüli állapot idején tovább működtethetik a teraszokat, és ugyanúgy, mint a nyári hónapokban, most is díjmentesen használhatják a közterületet. A város próbál olyan intézkedéseket hozni, amivel segíti az éttermeket, hogy működni tudjanak, hiszen az alkalmazotti körüket továbbra is fizetni kell, és valamilyen formában azon túl, hogy kihordják az ételt, a működést biztosítani kell. A teraszoknak, Komáromban a nyári teraszoknak október végéig van engedélyük, utána ezek nem működhetnének, azonban a testület egy olyan határozatot fogadott el, hogy ameddig tart ez az állapot, addig a nyári teraszok működhessenek, természetesen azokkal az előírásokkal, amit a központi szervek is mondanak. A vendéglátósok élnek is a lehetőséggel, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy működési helyükön szolgálják ki a vendégeket. Bent nem lehet, nem megengedett a fogyasztás, tehát csak ez a fajta kiszolgálás létezik, úgyhogy igen, természetesen megkönnyítette a helyzetünket, sőt, lehetővé tette a működésünket a városnak ez a rendelete. Tehát, hogy elég nehéz ezek között a körülmények között dolgozni, de próbáljuk nyújtani a maximumot. Az önkormányzat a kitermelt hulladékmennyiség kapcsán további intézkedéssel segíti a vállalkozókat. A hulladék elszállítás kapcsán lehetőségük van módosítani a hulladék mennyiségét, tehát azt jelenti, hogy amennyiben korlátozott tevékenységgel kevesebb hulladékot termelnek, úgy ezt, ha jelentik, akkor csak azért a mennyiségért kell fizetniük, amit valóban megtermelnek. A járvány időszakában senki sincs könnyű helyzetben. A komáromi önkormányzat vállalkozókat segítő határozatai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a munkáltatók fent tudják tartani a munkahelyeket, és ne kelljen elbocsátaniuk az alkalmazottjaikat.